Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sajhú Zénon vagyok. Több témáim néhány mondatban. Jövő hétre várják a tetőzés Dunaszekcsőn, fölkészült a védekezésre a település. Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny, szüneteltetniük kell az akciót a szervezőknek a jövőben. Tudományfesztivál Pécsen, a rendezvény a diákok mellett az innováció iránt érdeklődőknek szól. Aranyában létrehozott háztáji tyúkból főztek pörköltet, kóstoló a Kossuth téren. Majdnem 100%-ban kiépítették a szükséges védvonalakat a folyó mentén Dunaszekcsőn. A héten több mint 200 segítő munkájának köszönhetően homokzsákokkal védik a mederhez közeli házakat. Jövő kedden és szerdán várhatóan 920 cm-rel tetőzik itt a Duna. Ez a gumiból készült és vízzel feltöltött mobilgát védi ezt a Dunaszekcsői utcát. Ez van legközelebb a Dunához. Többször fenyegette őket a magas vízállás az elmúlt években, évtizedekben, mondja egy itt lakó név nélkül. A 65-ös akkor úsztunk, 2002, 2006, 2013, és akkor most. A 2002-es az nem volt olyan jó védekezés, és a 2013-asnál már nagyon jól ki volt dolgozva. Az idei árvízvédelmi előkészületek a legjobbak, mondja a dunaszekcsői nő. Nagyszerű a védekezés. Ez az eddigi legjobb és a leggyorsabb védekezés. Tehát ilyen profin még egyik évben sem volt. Akkor nem tetszik félni, hogy itt valamit kárt okozhat nem. A víz? Megvan a kapcsolattartóm. Katasztrofásokkal, akivel akármikor tudom kapcsolatot tartani. 950-es szám az oszlopon. Itt lenne a víz felszíne, ha ilyen magasságon tetőzne a Duna településnél. Az előrejelzések azonban ennél kedvezőbbek, és a tetőzést a jövő hétre várják, mondja a polgármester. Jövő héten szerdára várjuk a tetőzést, most már azért biztosabb a tudott a vízügyi igazgatóság is már jelenteni előrefelé, itt most 920 cm körül. Ugye fölöttünk északra a Gemenc található, ez egy nagy kiterjedésű árterület, hál' Istennek a mi szempontunkból, és mivel fönt a Dunának a vízgyűjtő területén nincsen további esőzés, ebből kifolyólag ugye gyorsan lefolyó víz, a Gemenc ugye a nagy részét felveszi, innentől kezdve most már pontosabb adatunk van. A védekezési munkálatokat a terepen kedden kezdték meg. Nehezítette a víz a homok beszerzését. Egyszerre kellett megszerveznünk a homoknak a leszállítását, a szükséges eszközök beszerzését, az embereknek az ellátását. Tehát ebben az árvízi védekezésen a kedv volt a legnehezebb, már csak azért is, mert a homokbányát szerdán elöntötte víz, tehát a homokot kedden be kellett szállítassuk. Tehát itt akkor nagy kamionok érkeztek, meg homokzsákokat kellett beszerezni, hál' Istennek a vízügy is nagyba segítségünkre volt ezben. Jelenleg 95%-ban elkészültek azok a védelmi vonalak, amik szükségesek a sikeres árvízi védekezéshez. Ennek ellenére lesznek olyan ingatlanok, amelyekbe be fog törni a víz, mondja a településvezető. Közvetlenül a Dunaparton vagyunk, vannak nálunk is üdülőterületes placok, területek. Ezeket nem tudjuk mind bevédeni. Tehát egyszerűen fizikai képtelenség, illetve annál a vízmagasságnál indulva egy óriási munka lenne ez. Na most innentől kezdve van egy olyan utcánk, ahol két sor házat ilyen szempontból nem tudunk megvédeni, viszont azok úgy lettek már építve, hogy ajtók kinyitnak, vízbe kifolyik, a tulajdonos egy takarítás után gyakorlatilag újra tudja hasznosítani, vagy használni az ingatlanját. Viszont azért csak van 250 lakóház is, amelyik ezen a védett területen van, 1400 méteren védekezünk. Az izraeli nagy terület ilyen szempontból. Az előrejelzésekben bízva jövő hét csütörtökre, péntekre már levonul annyira az ár, hogy nem kell további károktól tartaniuk a dunaszekcsőieknek. A homokzsákok töltésében, a gátak építésében mintegy 200-260 ember segített a településen. A vízügyesek és a katasztrófavédők mellett önkéntesek is kivették részüket a munkálatokból.
Jótékonysági futóversenyt tartottak a Királyegyházi Cementgyárnál szeptember 20-án. Ez már a 9. alkalom, hogy megrendezték az Együtt Gyermekeinkért elnevezésű eseményt, amelynek bevételéből a környék iskoláit támogatják. A helyszínen kiderült, hogy külső okok miatt szüneteltetni kell ezt a jótékonysági akciót a jövőben. Gyülekeznek az indulók a Királyegyházi Cementgyárnál. Általános iskolások vannak többségben, akik Baranya különböző településeiről érkeztek ide. A 10 éves Benedek és a 12 éves Balázs először áll rajthoz. Én még soha nem indultam ezen, 3 kilométeres futáson indulok, és még nagyon nem érzek semmi mást. Nekem ugye ez az első versenyem, szeretnék jó futni, és igazából ennyi. Egy alapos bemelegítés után elindult a kisiskolások mezőnye. A cementgyár már évek óta megrendezi ezt a jótékonysági futóversenyt. Nagy örömömre szolgál, hogy újra itt lehetünk, immár 9. alkalommal az Együtt a Gyermekeinkért futóversenyen. Most már közel 700 résztvevővel számolunk, azért ez egy óriási szám, és annak is nagyon örülök, hogy sok céget tudtunk még magunk mellé találni, szervezőnek, illetve szponzornak, hogy ennyi gyerek ennyi ajándékba részesülhessen. Nagyon érdekes volt látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag esténként varták azt a rengeteg érmet, hiszen most nagyon sok befutónk van és sok ajándékra is van szükség, ahhoz, hogy minden gyerek ma estig bezárólag boldogan tudjon távozni. Azonban lehet, hogy egy időre most állhattak rajthoz utoljára az indulók. Ennek külső okai vannak, tudtuk meg Hoffmann Tamástól. Azt is sajnos kénytelen vagyok elmondani, hogy valószínűleg ez most egy belátható időn belül utolsó futóversenyünk van, hiszen a jelen jogi és gazdasági helyzet, de inkább én a jogi helyzetre tenném a hangsúlyt, ez nem teszi lehetővé. A vállalatunkat immár 3 éve olyan mértékű különadó sújtja, hogy sajnos a helyi közösségeket nem tudjuk olyan arányban támogatni, hogy ezt eddig tettük. Nagyon szomorú vagyok emiatt, hiszen itt most az elmúlt 13 évben mi fölépítettünk egy elég komoly rendszert, és nagyon sok emberen és nagyon sok gyereken, nagyon sok civil közösségen tudtunk segíteni. Amennyiben fennmarad ez a különadós rendszer, abban az esetben mi sajnos nem tudjuk tovább folytatni, viszont a jó hír az, hogy abban a pillanatban, hogyha a magyar kormánnyal megoldást találunk, akkor viszont vissza tudunk térni az eredeti tervhez, és ugyanúgy tudjuk kivenni a részünket a helyi közösségek életéből. A szervezők az idei évben is nem ezt célt tűztek ki maguk elé. A támogatók által felajánlott összeget, valamint a nevezési díjakat teljes egészében a résztvevő iskolák számára ajánlják fel sport- és mozgásfejlesztő eszközök vásárlására. A szervezők külön köszönik azoknak a versenyzőknek a hozzájárulását, akik ezt a nem ezt célt magukénak érezve a meghatározott összegen felül fizettek nevezési díjat, és ezzel növelték az iskoláknak nyújtott segítséget. Rövid híreink következnek. Lefelé halad a Dunán az árhullám. A legnagyobb gondot a nézelődők okozzák, akik hátráltatják a munkát, veszélyeztetik a töltéseket, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, közleményük időpontjában lábatlan térségében jár a folyó tetőzése. A gátakat most extrém terhelés éri, a figyelő szolgálatot ellátó vízügyesek szerepe és szaktudása most döntő fontosságú. Az OVF a lakosság józan belátását és együttműködését kéri, és arra hívja fel a figyelmet, hogy senki nem menjen a védekezés helyszíneire, akinek nincs ott dolga. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Hozzátették, a vizsgált városok több mint a felét, 13 települést stagnálás jellemezte, emelkedést tapasztaltak Budapest, Észak-Pesti és Központi Szennyvíztisztító telepének ellátási területén, valamint Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Veszprémben és Zalaegerszegen. Csökkenést sehol nem mértek. 13. alkalommal rendezték meg a Tudományfesztivált Pécsen. A kétnapos program a közoktatásban és a felsőoktatásban tanuló diákokon kívül az innováció iránt érdeklődő közönséget is megszólította. Az ingyenes fesztiválnak a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as épülete és udvara adott otthont.
Hidrogénhajtású hajómotor, autó, kerékpár az E78-as udvarán. Csoportok érkeznek megcsodálni és tanulni az új kor hírnökei felől. Az élményműhelyben óriás molekulákat építenek a gyerekek, észbontó összerakókkal mérik meg ügyességüket, de a matek, művészet és a tudomány fenntarthatóságáról is hallhatnak. Az erdőgazdálkodás digitális eszköztáráról pedig Simon Márton tartott interaktív előadást a nagyobb diákoknak és felnőtteknek. Próbáljuk összefoglalni, hogy mi mindennel foglalkozunk, kezdve itt a digitális rendszerünktől nyilvántartási, tervezési rendszerek bemutatása, illetve maga a térinformatika, illetve a távérzékelés az, ami egy ilyen nagy témakör ebbe az előadásba. Ugye műholdképelemzés, drónos felmérésekkel is foglalkozunk, ugye, mint erdőgazdálkodó. Ugye nagy területen gazdálkodunk, 55 ezer hektár, és azért ennek az egészségügyi nyomon követése az ilyen légi műholdas eszközökkel, idősor elemzésekkel nagyon jól vizsgálható. Az adatgyűjtések során a drónos felmérés terepi jelenlétet igényel, de vannak ingyenesen elérhető műhold felvételek. Ezeknek az adatfeldolgozása már irodai munka, tette hozzá az erdőmérnök. Például megnézünk egy folyamatot, hogy kint az erdész kollégák észlelnek valami problémát, egészségügyi jellegűt az erdőn, akkor annak a térbeli kiterjedésének a vizsgálatára használunk drónokat. Ugye annak van egy kerete, hogy pár száz hektárt le lehet vele repülni, de 55 ezer hektárra akkor kivetítve használjuk a műhold felvételeket. Ezeket elemezzük, majd utána a terepen visszaellenőrzésre kerülnek az adatok, és akkor már tudjuk, hogy mi okozza a problémát, mekkora területen és vagy mekkora a kár mennyisége. Simon Márton hozzátette, emellett fontos a különböző monitoring rendszerek kialakítása, mint például az időjárás és talajvíz változásának megfigyelése, valamint a klímamodellek alkalmazása. A fesztivál igazgató Záruk Péter Farkas elmondta, 2010 óta indult útjára a rendezvénysorozat, amelynek Budapest és vidék egyaránt helyszíne. Most a Learning City és a Pécsi Napokhoz kapcsolódott a rendezvény. Több mint 2000 diák regisztrált, és hát ez a lényege, hogy ne csak Budapest központtal, hanem a nagy egyetemi tanulóvárosok, azok mind kapcsolódjanak be ebbe a mozgalomba, és élmény alapú tudást hozzanak el a fiataloknak. A vidéki rendezvények során kooperálnak az egyetemekkel. A teljes iskolai korosztályt is megszólítják. Általában partnerként nem csak az egyetemek, hanem a szakképzési centrumok is ott vannak. És hát nem titkolt cél az, hogy pályaorientáció is legyen ez a rendezvény, beiskolázási rendezvény is legyen, és valamilyen impulzust kapjanak. Ma, amikor a TikTok világában már 3-4 másodperc után is görgetünk tovább, és tudjuk, hogy érdekel valami, vagy nem érdekel, még akkor is, hogyha hibázunk, akkor erre kell törekedni, hogy az ilyen rendezvények, és ezeket úgymond ilyen street science rendezvényeknek nevezik, élmény alapú rendezvényeknek nevezik, akkor impulzust kapjon a fiatal, hogy valami vésődjön be viszonylag rövid idő alatt számára, hogy mi érdekelte, és az majd később valamikor esetleg a pályája során előjön. A rendezvény rendhagyó módon játékos és látványos formában mutatja be a 21. század technológiai fejlesztéseit és informatikai eszközeit, beleértve az oktatásban használható robotika és virtuális valóság elemeket is. Az ingyenes 13. Tudományfesztivál hazánk legnagyobb street science rendezvénye. Baranyában létrehozott háztáji tyúkból készült pörkölt kóstolóját rendezték meg Pécsen. A különleges étel igazi gasztronómiai élményt nyújtott. Az elkészítését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pécsi főzőkonyhája biztosította. A rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete valósította meg. Rátermett jó húsú, hamarabb megfőlő tyúk a háztáji tyúk, melyet többfajta tyúkból tenyésztettek ki. Ennek a hazai különlegességnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lehet az arca, ami nagy örömmel tölti el az Egyesület pécsi főzőkonyhája szakácsát, aki egy kicsit a konyha történetébe is beavat. Mivel hogy a szociális konyhánk ugye megszűnt, ezért nem feledtük el a küldetésünket, hogy minden 10 eladott étel után egy embertársunkon
tudunk szintén segíteni ugyanúgy. Többfajta tyúk kellett ahhoz, hogy kitenyésztődjön a sok év során ez a háztáji tyúk. Többek között Szerbiából, Győr-Moson-Sopron vármegyéből, Pécsváradról is származik ennek a háztáji tyúknak az őse. 2015-től bekerült a baranyai, majd ekkor a Nemzeti Értéktárba is. Tudtuk meg Hegedűs Tibor, a baranyai tájfajta tyúk kitenyésztője fajta fenntartójától. Nyilván jobb lett, hiszen az igények is mások, tehát nagyobbnak kellett lenni, másmilyen hús összetételnek kellett lenni a hús, vörös színű húsa. Tehát a baranyai tájfajta húsa nem rózsaszín, nem fehér, vörös, hiszen a baromfi valamikor egy vadállat volt, ami háziasítva lett. Lásd fárcán, lásd gyöngytyúk, tehát látott már valaki fehér húsi gyöngytyúkot? Soha nem is fog. Hiszen ez is egy háziasított vadállat, háziasított baromfi, csak kevésbé tudták háziasítani, mint a tyúkot. Gyakorlatilag vadformájában ugyanúgy néz ki. Most ez is fontos volt, hogy a hús színe ne fehér legyen, hanem vörös színű legyen. Gazdagon zsírszövettel átszőve, ez is igaz. Tehát, hogyha levágunk egy tyúkot, vagy egy kakast, egy kifejlett állatot, az egy vörös színű valami, amiben rengeteg zsírszövet van. Ráteszem a platnira, kisül belőle zsír, nem kell ott tenni semmit. És nem mellesleg finom. Ennek a kóstolónapnak az a jelentősége, hogy baranyai tyúkfajtáról szól. Ez egy teljesen új fajta tyúk, mondta Ritlinger József, a NAK Baranya vármegyei elnöke. A Hungarikum már nyilvánítás az már folyamatban van, hál' Istennek, de az elismertetés is folyamatban van. Ennek az pont a lényege, hogy megismerjék a termelőink is, a gazdálkodók is, a nagyközönség is, a városban lakók, hogy létezik egy ilyen újfajta baranyai tájfajta tyúk és csibe kakas. Ennek a húsa, a gasztronómiai értéke egészen más, még másabb még, mint az otthoni kakpirgálós. Egészen más neki a szerkezete, más neki a felépítése, más a tulajdonsága, és amiben még nagyon jó, hogy idegen tartható. Tehát nem kell istálló körülmények között tartani, attól neki a hús, húskihozatala, tojáskapacitása minden maximálisan összehasonlítva az idáig, amit otthon a háztáiba tartottak, betegszik bőven. A Baranyában létrehozott háztáji tyúkból készült pörkölt kóstolóját a Pécsi Kossuth téren tartották meg. A különleges étel igazi gasztronómiai élményt nyújtott. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A pécsi nyomozók rablással gyanúsítanak egy 34 éves pécsi és egy 41 éves szentlőrinci férfit. A rendőrök elfogtak egy pécsi és egy szentlőrinci férfit, akik a gyanú szerint szerdán este Pécsett a Király utcában leültek egy férfi mellé a padra, majd kivették a zsebéből a telefonját és elmentek. Miután a sértet észrevette, hogy eltűnt a mobilja, a két férfi után indult és megpróbálta visszakérni tőlük a készülékét. Nem adták vissza neki, sőt megfenyegették, hogy kés van náluk és meg is pofozzák. A rendőrök előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket a rendőrkapitányságon. Az elvitt telefont visszaadták a tulajdonosának. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Rablás büntette miatt nyomoz ellenük a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök két nap alatt elfogták a Tolvajt, valamint társát is, aki segített elrejteni a nagyértékű fúrógépet Nagypeterden. A szigetvári rendőrök egy 28 éves helyi, valamint egy 39 éves nagypeterdi férfi ellen folytatnak büntető eljárást. A fiatalabb szeptember 13-a és 15-e között egy dencsházai cég udvaráról lopott el egy 2 millió forint értékű koronás fúrógépet, majd azt a 39 éves ismerőse segített elrejteni a Nagypeterden álló házának melléképületében. Az elkövetők azonosítása után a nyomozók az ellopott fúrógépet is megtalálták, majd lefoglalták, így az okozott kár megtérült. A rendőrök a két férfit kihallgatták, a Tolvaj ellen nagyobb értékre elkövetett lopás, míg idősebb társa ellen pénzmosás büntet miatt nyomoz a szigetvári rendőrkapitányság. A régió hírei következnek. Pattanásig feszült a helyzet Bátán. Eddig 6000 homokzsákot töltöttek meg, amelyekkel a veszélyeztetett lakóházakat védik. A Dunán levonuló árhullám tetőzése várhatóan hétfőről kedre fogja elérni a települést. Folyamatos a kapcsolat Báta és a katasztrófavédelem szakemberei között, akik biztosították Huszárné Lukács Rozália Annát, Báta polgármesterét a segítségükről. A lényeg, hogy annak a megfelelő magasságban megépítsük a védműveket, valamint biztosítjuk a házaknak a bevédését. A magasság azért fontos, mert az előrejelzések szerint 40-50 centivel
kisebb lesz a vízmagasság, azonban a biztonsági magasság az nagyon fontos, hiszen igazán nem kiszámítható teljesen a legnagyobb víznek, vagyis a nagy víznek a magassága. Én gondolom, hogy jövő hét hétfő kedden fog tetőzni Bátán, addig folynak a munkálatok, a katasztrófa védelem szakemberei, mint a vízügyi szakemberek segítségével. Három depót alakítottak ki a faluban, ahol a homokzsákokat töltik. A katasztrófa védelem és tűzoltóság szakemberein kívül nagyon sok polgári segítség is érkezik Bátára. Báta az, ami legjobban veszélyeztetett terület. 2013-ban is itt volt a legnagyobb probléma, mert van egy egy öblözet, ami lényegében még előfordult 2013-ban, hogy 20 centivel magasabb vizet mértek itt Bátán, mint máshol. Szombattól éjszakai ügyelet is figyeli a településre behatoló folyót. 2013-ban sikeres volt a védekezés, nagy problémák nem voltak. A víz ez okozza ezt a problémát, együtt élünk vele, ez már az ötödik sajnos, eddig mindig megküzdöttünk vele, bízunk abba, hogy most is meg fogunk vele küzdeni. Nagyon nagy segítséget kapunk. Amíg a Duna tetőzése Budapesten nem történik meg, csak találgatni tudnak, hogy pontosan mekkora vízre számíthatnak a bátaiak. Jó pár árvizet van, megértem. Megértem az 56-ost is, csak gyerek voltam is, hát a 13-osnál. Akkor kezdtem a nyugdíjas éveket, és most ez kegyetlenül folyik, nagyon jön, szóval ennyire nem szokott. Jelenleg nagy az izgalom a Sárköz tündérkertjének is nevezett faluban. A 2019-2024-es önkormányzati ciklus terv szerinti utolsó ülését tartották meg szeptember 18-án Bátaszéken. Ennek legfontosabb napirendi pontjairól Bozsolik Róbert, a település polgármestere számolt be. Bátaszék polgármestere a testület elmúlt 5 évben lefolytatott számottevő munkáját adatokban is meghatározta. 112 testületülést tartottunk, 1202 előterjesztést tárgyalt meg a képviselőtestület, illetve tárgyaltak meg a bizottságok, 1573 határozatot hoztunk és 123 rendeletet, tehát számokban és statisztikában is látszik, hogy egy igen mozgalmas 5 esztendő van mögöttünk. Az 5 esztendő munkáját sok minden nehezítette. Ebben az 5 esztendőben találkoztunk, és meg kellett küzdeni a Covid okozta helyzettel, egy igen magas és nagyon hirtelen energiáremeléssel, európai rekordnak számító inflációval, de mindezen nehézségek ellenére azt gondolom, hogy az elmúlt 5 esztendő az egy sikeres 5 esztendő volt. Az önkormányzat működését ebben az időszakban is stabilan tudtuk tartani, gazdálkodásunk, pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott volt. Az oktatási intézmények előző nevelési évvel kapcsolatos beszámolóikat is megtárgyalták az ülésen. Az óvodai csoportokkal kapcsolatban a jövőre tekintve tervben van egy kis átalakítás. Visszatérünk a régi időszak nevelési rendszeréhez, nevezetesen, hogy most már a nagycsoportosokat önállóan egy csoportba szerveztük, annak érdekében, hogy az iskolai életmódra való felkészítésük az minél hatékonyabb legyen, minél több információval, készséggel tudjanak rendelkezni a gyerekek ahhoz, hogy az iskolában el tudják kezdeni az életpályájukat. Meghallgattuk a beszámolót, illetve ismertették az általános iskolának a beszámolóját is. Igazgatóhelyettes asszonnyal hosszan kiveséztük az elmúlt év tapasztalatait, beszéltünk a hiányzásokról és annak okairól, beszéltünk a fegyelmezési kérdésekről, és hát tájékoztatást kaptunk a sláger témáról, hogy a mobiltelefonok használata az hogyan zajlik az oktatási intézményben. Valamint a második Géza gimnázium beszámolóját is megvizsgálták. A testület úgy véli, jó kezekben vannak a diákok, és a megfelelő tudásanyagot kapják az intézményben. Ezen kívül egy kimagasló, tehetségű sportolónak a támogatásáról is döntöttek. A Bátaszéki Sportegyesület kérelme fordult az önkormányzathoz annak érdekében, hogy igen tehetséges fiatal karatékát, Hefner Zsófitnak a felkészülését támogassa a város, hiszen néhány hét múlva egy világbajnokságon képviseli nem csak Bátaszéket, hanem Magyarországot. A képviselőtestület teljes egyértelműen úgy döntött, hogy a támogatást biztosítja, hiszen számunkra is nagyon fontos, hogy a tehetséges fiataljaink el tudjanak jutni egy ilyen rangos versenyre, és Magyarország mellett Bátaszék hírnevét is tudják öregbíteni.
Tárgyaltak még a Borza Hungarika 2025. évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. Ugyan még nem írták ki a pályázatot, de a város felkészült arra, hogy ha ez megjelenik, akkor a belépési szándékukat jelezni fogják, hiszen a település fontosnak tartja a diákok tanulási folyamatának a támogatását. Több száz fecskét mentettek meg a Balaton körül önkéntesek és állatmentő egyesületek közösen az elmúlt napokban. A hirtelen jött hideg, csapadékos időjárás miatt nem találtak a madarak sem élelmet, sem pedig védett helyet maguknak, több ezer tollas pusztult el. A szerencsésebbek közül azonban jó néhányat sikerült szabadon engedni. Civil fecskementős köttünk a barátainkkal Keszthelyen, hétfőn reggel mentünk le Keszthelyre, és borzasztó állapotok uralkodtak, tehát szinte apokaliptikus látvány volt, ami fogadott minket a városi strandon. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy több ezer elhullott példány volt szerte széjjel a strandon, a molnón, behúzottak a nyitott éttermek terasza alá, ott az éttermesekkel is találkoztunk és beszéltünk, és rengeteg ürülék volt, tehát látszott, hogy nem 10-20 fecske fordult meg ott, hanem több száz, és éppen takarították a romokat, illetve hát az elhullott egyedeket. Közöttük is voltak még élő példányok, és őket is próbáltuk menteni, illetve az éppen leesett, tehát ahogy sétáltunk, folyamatosan hullottak le a földre fecskék, futottunk, szedtük őket össze, raktuk be a kocsiba, ahol ugye szobahőmérsékletet csináltunk nekik, minél többet próbáltunk megmenteni. Kint a molónál volt nagyon sok fecske, aki egy ilyen félfolyosóra be tudtak húzódni, és ott ültek fent egy fal részen, és az alatt egyszerűen rengeteg példány volt. Tehát látszott, hogy folyamatosan, ahogy hűlnek ki, hullanak le, illetve hát az elhullott példányokon próbáltak melegedni, összebújni az elhullottakkal a még élő fecskék, tehát hogy borzasztó volt, és ez szerintem mindannyiunknak beégett, akik ezt látták, és ez így örökre megmaradt, tehát szörnyű volt az egész. Hát ilyen több mint 100 példányt sikerült megmentenünk, illetve nem megmenteni, csak mentőhelyre vinni, tehát hogy őnekik is valószínű az egynegyedük, ha túlélte, fenékpusztára vittük őket. A vadmentők éppen ott voltak, amikor mi is érkeztünk, és nekik tudtuk odaadni, ők pedig Sóstói mentőközpontba szállították őket, hogy ezt a hosszú utat vagy hányan élték túl, vagy hányan se, azt sajnos ugye mi sem tudjuk. Őszintén eleinte megpróbáltuk számolni, aztán utána már igazából csak tettük a dolgunkat. Mi úgy számoltuk, hogy egész biztos, hogy egy 300-nál több madár ment át a kezünk között. Ezeknek egy részét természetesen nem sikerült sajnos megmenteni, de én azt gondolom, hogy még így is az önkéntesekkel együtt nagyon szép eredményt zárhattunk. Én magam voltam Kenesén, Akaratján, Füreden, átvevő önkéntesünk volt közösen a Fehér Holló Vadmentő Alapítványa a Balatonfüreden, illetve vettünk át balatonpoglári önkéntesektől is madarakat. Általában lehetőség szerint, amint lehetett enni kaptak ezek a madarak, amint lehetett melegre helyeztük őket, a gyűjtőpontokon folyt az etetésük, folyamatosan is utána kerültek hozzánk, az erősebbek külön egy szobába, ahol táplálék, víz, minden adott volt az ő számukra, a gyengébbeket pedig kézzel etettük. Én őszintén büszke vagyok magunkra, egy viszonylag kis csapat vagyunk, annál lelkesebbek vagyunk, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép eredmény. Irodunk végén baromi témáink még egyszer röviden. Jövő hétre várják a tetőzést Dunaszekcsőn, fölkészült a védekezésre a település. Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny, szüneteltetniük kell az akciót a szervezőknek a jövőben. Tudományfesztivál Pécsen a rendezvény a diákok mellett az innováció iránt érdeklődőknek szól. Aranyában létrehozott háztáji tyúkból főztek pörköltet kóstoló a Kossuth téren. Szombaton napos, csapadékmentes időben lesz részünk, felhők alig lesznek az égen. Vasárnap is kellemes, kora őszi időben lesz részünk, sok-sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet hétvégén reggelente 10-13, napközben 23-26 fok között alakul.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!